felborult traktor, legalábbis ami maradt belőle, hírtó közelében egy vasúti átjáróban. Nem messze tőle egy mozdony a sínek melletti bokrok között, mögötte, oldalára borulva az egyik vasúti kocsi, egy másik pedig keresztbe a síneken. Nem mindennapi baleset történt. A mezőgazdasági gép a sínekre hajtott a jól működő fényjelzőberendezés tiltása ellenére. Először egy Debrecenből érkező személyvonattal ütközött. Ennek következtében átsodródott a párhuzamosan futó simpára, ahol az ellenkező irányból érkező szintén személyvonat szerelvényel ütközött össze. A baleset következtében a munkagép vezetője a helyszínen életét vesztette. A Nyíregyháza felől Debrecen irányába tartó személyforat szerelvény kisodródott, azon többen megsérültek. A Nyíregyházi rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Öt utas és a kisiklott mozdonyvezetője vezetője sérült meg könnyebben, többségüket a helyszínen ellátták, de volt, akit kórházba szállítottak, így a mozdonyvezetőt is. Két mentőhelikopter is elindult, de végül rájuk nem volt szükség. A vonaton utazókért portlóbusz érkezett, az vitte őket tovább. A mentők mellett a tűzoltók és a rendőrség is nagy erőkkel vonult a balesethez, szakadó esőben kezdték meg a műszaki mentést és a helyszínelést. A helyszínre 10 egység, összesen 39 tűzoltó vonult, Nyíregyháza, Újfehértó, Debrecen, Nyíradony és Hajdunánás egységei mellett dolgozott a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is. A beavatkozók a műszaki mentést végezték, átvizsgálták a vonat kocsiait, valamint segítettek a vonaton utazóknak, hogy biztonságos helyre kerüljenek. Aggódó hozzátartozókat és helyieket is látni lehetett a helyszínen. Az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínre érkeztek, az egyik kisiklott kocsi ugyanis egy felsővezeték tartó oszlopot is kidöntött. Éjszakai zajlott a munka és a vasúti szerelvény visszaemelése a sinpára. A MÁV közlése szerint az egyik vágány helyreállítása napokig is eltarthat. A Nyíregyháza és Debrecen között utazók így buszos vonatpótlásra számíthatnak.